Drága testvéreim, az én szívem tel van örömmel, hogy újra itt állhatok előttetek, és úgy megvallom előttetek, hogy mindenkor, mikor hallom a idősebb testvéreim bizonságtételeit, és látom az ő életükbe a gyümölcsöt, akkor mindig úgy megindul az én szívem, mert már az én fejem és én hajam is ősz, de tudom, hogy idősebb testvéreknek még több a tapasztalata, és mikor hallottam, hogy 50, talán 2 évet szolgál a kedves testvér és prédikál, akkor én visszagondolok, hogy én talán csak 18 éve, hogy prédikálom az igét, az elég nagy különbség ahhoz, ugye? És hogy mennyi megpróbáltatás és mennyi támadás érhette ezt a kedves testvérünket, és ugyanakkor milyen csodálatos az, hogy mennyit szólhatott Istennek drága lelke az ő szívéhez. De mennyit szól mi hozzánk is, ugye? És nem csak arról van szó, hogy mit hallunk, és mennyit hallunk, hanem arról van szó, hogy mennyit tudunk beváltani a mi életünkbe. És azért azt mondja Istennek drága igéje, hogy hajtsátok ide a ti fületeket. Testvérek, nem mindegy, hogy hogy hallgassuk az igét. Van, aki csak úgy passzívan hallgassa az igét, és csodálkozik talán, hogy semmi nem történik. Talán még megkritizálja Isten igéjét, beszédét, hogy talán nem úgy szólt, ahogy én nekem ez megfelelt volna, vagy talán ahogy én elképzeltem volna, elvártam volna, de itten nem arról van szó. Néha az Úr nagyon csendesen, nagyon halkan tud szólni, de Isten arra vár, hogy legyenek halló fülek. És a Ézsaiás 55-ben azt mondja, hajtjátok ide a ti füleiteket. Mostan rajtad múlik, hogy oda hajtod a te füledet. És azt mondja a lélek a gyülekezeteknek, hogy akinek van füle, hallja. Arra, hogy te meghalljad Istennek üzenetét, Istennek szavát hozzád, oda kell hajtod a te füledet. Nem ülhetsz és nem hallgathatod passzívan. Hajtsd oda a füledet. Azt mondja Zsoltárokban azt mondja az ige, hogy az Úr szólt, és kétszer hallottam. Tudjátok, ha halljuk csak így passzívan az igét, akkor csak egyszer halljuk. De ha odahajtjuk a fülünket, akkor kétszer halljuk. Egyszer fizikai fülünkkel, és másodszor, ami szívünket megérinti, egy belső lelki füllel megérted, megragad az ige, és egyszerűen elkezd munkálkodni a te életedbe. Ezért hajtsd oda a te füledet, hajtsd oda, hagyd szóljon hozzád az Úr. Drága testvéreim, meg van szorulva az én szívem, mert úgy érzem, hogy nagyon sok mondani valom van, és azt a nagyon sokat nem tudom olyan bőven kimagyarázni, kitárni, és ez olyan, tudjátok, mint ma éjszaka 2 óráig imádkoztunk az emberekkel, és akkor mentem haza, és valaki azt mondja nekem, na mostan gyorsan aludd ki magad. Ugye, akkor gyorsan, lehet, hogy gyorsabban horsogtam, de tudjátok, az, hogy elmondjam mint azt, amit az Úr az én szívembe helyezett, azt egyszerűen nem lehet úgy elhamarítani, elgyorsítani. Úgyhogy úgy vegyétek, hogy azt, amit el tudok nektek mondani, amit Istennek drága lelke az én szívemre helyezett, ez valóban csak egy részből van, és akinek van füle, hajtja oda a fülét, és használja ki azt az időt, hogy valóban Isten érintését, Istennek szeretetét tapasztalja meg az ő igéje által. Szeretnék mindjárt elején egy kérdést feltenni nektek. Szeretitek az Úr Jézus Krisztust? Nagyon érdekes kérdés. Tudjátok miért? Mert azt mondja az ige, hogy aki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, az átkozott.
az nem azt jelenti, hogy igen, megátkozza, hanem az azt jelenti, hogy átkot mond magára. Jézust szeretni kell. Az Úr Jézus Krisztus után nagyon sok ember tolakodott a sokaság, és közelített Jézus Krisztushoz, és az Úr Jézus Krisztus nem azt kereste, hogy őt csodálják, őt nézzék, és tapsoljanak neki, és talán azt mondja, hú, de jó beszélő ember. Rám valaki, egy apáca egyszer azt mondta, a Sándor az jó pofa, ugye? Nem erről van szó, hogy valaki jó pofának hívjon, vagy jó pofának nézzünk valamit, hanem valóban szeressük Jézust. Jézus Krisztus nem ezt nézte, hogy őt csodálják, hanem azt kereste, hogy szeressék. Gondoljátok, hogy ez nem így volt? A Pétert vizsgáztatta az Úr Jézus Krisztus. Három vizsgat kérdéset tett fel neki. Az első az volt, no, Péter, mondd el a mi atyánkot. Ez volt a kérdés? Nem. Mit kérdezett Úr Jézus Krisztus? Szeretsz engem? A második kérdés. Mondd el a Jákobnak fiait, ugye? Ezt se nem kérdezte? Pedig fontos és jó kérdések ezek is. De vannak ettől fontosabb kérdések. Az Úr Jézusnak a szívén vannak fontos kérdések és legfontosabbak. És azokat legfontosabbak, ezeket elmondja Péternek. És a harmadik kérdés az, Péter, szeretsz engem? Miért itt kezdem az egészet? Testvérek, mikor arról akarunk beszélni, hogy hogyan betöltekezni Istennek drága szent lelkével, akkor ezt nem tudjuk átélni Krisztus szeretete nélkül. Nem tudjuk ezt átélni valóban, ha nem szeressük Jézus Krisztus. Ha nincs ott az én szívembe, nem ragyog föl az a drága gyöngy, és nem ragyog ott a te szemeidbe, és nem csodálod, nem szereted, és nem csak ővel vagy elfoglalva. Akkor az, amit te átélsz, az nagyon sokszor egy belső érzelmi fölkavarodás lehet, de nem valóban a Szent Lélekkel való betöltekezés. A Szent Lélekkel való betöltekezés, ez egybe kötődik a Krisztushoz való szeretettel. Aki szereti Jézus Krisztus, az el van foglalva vele. És főnéz őrjá. Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Hogy kell őtet szeretni? Tudjátok, néha elkövetünk hibát a szeretetben. Képzeljétek el, hogy az én feleségemnek van egy gyönyörű kertje. Csodálja, szereti ezt a kertet. És én is, mint férfi, meglátom, hogy hát nagyon szép virágok vannak, és akarok neki örömet szerezni. Bemegyek az ő kis kertjébe, és a legszebb rózsákat, a legszebb virágokat egy nagy csokorba kötöm, levagnálom neki, és egy nagy csokorba kötöm, és elhozom, és azt mondom, drága anyukám, örömöt akartam neked szeretni, szeretlek. Az én feleségem megfogja a fejét, és azt mondja, Sándor, mit csinál? Mit csináltál? Hát úgy is szerethetsz, ha helyén hagytad volna ezeket a virágokat. Hogyan megtisztelni Jézus Krisztus? Hogyan szeretni Jézus? Ez egy komoly kérdés. Erről beszél maga az Úr Jézus Krisztus, hogy hogyan kell őtet szeretni. A János 14-ben a 20. vers ezt mondja. Az szeret engem, aki megtartja az én beszédemet. Az azt jelenti, ha te szeretni akarod az Úr Jézus Krisztust, akkor nagyon szeresd az ő beszédét. Akkor tér vissza az evangéliumokhoz, a alaptanításai, Krisztus alaptanításaihoz, a Krisztus, Úr Jézus Krisztusnak alapbeszédéhez, és éld meg ezeket az alap dolgokat. Vagy azt mondod, hát Sándor testvér, miért nekem mondod, én már rég idős keresztény vagyok, és mindent már rég átéltem. No jó, teszünk próbát, teszünk egy vizsgát, tesztet. Az én testvérem azt mondta, azzal kezdte ma reggel el a imaórát, hogy Isten tesztel bennünket. Ha alapvető dolgokon, mint már túl vagyunk, akkor biztos, hogy meg vagyunk gyógyulva,
a megbocsátásban? Meg tudtál bocsájtani azoknak, akik bántalmaztak téged? Tudjátok, egy nem régen beszéltem a megbocsátásról, prédikáltam, és úgy Istennek lelke leszállt a prédikáció közben, és tudjátok, ki volt az első, aki megtért? Hát én. A prédikációm közben rávilágított Isten arra, hogy igen, én megbocsájtottam az én vétkezőimnek, de tudjátok, mi történt? Egyszerűen az emlékek nem gyógyultak meg. Ha te neked, ha valóban Krisztusnak a szavát szereted, ha valóban szereted Jézus Krisztus, éld meg tökéletesen, éld meg az ő alapvető tanítását. Ne mondd, hogy nekem már az kell, vagy az kell, mert arra is szükséged van. De tudjátok, ez így van, mintha az én kisfiam kérne tőle bicskát, vagy egy kést, éles kést, nem adom a kezébe, mert ez nagyon hasznos eszköz lehet valamire, de ő elvágja magát, és bajt okozhat. Napokban volt látogatásom, Németországból jött egy testvér, egy nagyon gyönyörű Toyotán jött el, és az én kisfiamnak, 6 éves kisfiamnak nagyon tetszett ez a Toyota. Körül járta, többször is, mint a zsidók a Jerikót, és nagyon tetszett, csak hát a Toyota át nem esett, ugye? De próbálkozott, oda jött a férhez, és azt mondja neki, hogy bácsi, nem cserélnénk ki a Toyotádat? Mink a apukával csinálunk neked repülőt. Nézem a fiamat, hát ez a fiam lássa, hogy én tudnák repülőt csinálni. Honnan tudja ez? Ugye? És annyit győzködte, és annyit... És azt mondja, de hogyan majd megyek haza, hogyan viszem a repülőt haza? Azt mondja, majd téged fog elvinni az a repülő. Azt mondja, repülővel fogsz hazamenni. Olyan lelkesen győzködte őtet, de tudjátok, az én kisfiam nem értette meg azt, hogy ez még, ezek a dolgok nem így működnek. Mink lelkesek lehetünk, az Úrért szólhatunk, beszélhetünk, de ha nem nőltünk, nem értünk fel azokra a dolgokra, akkor ronthatunk a dolgokon. Ezért nekünk úgy kell szeretni Jézust, úgy kell hozzá közelíteni, hogy fölnövekedjünk, hogy megértsük az ő gondolatait, hogy ő szerinte, az ő beszéd szerint odafigyeljünk, mit ő mondott, hogy mondta, és így éljük meg. És hogyha megéljük, és valóban megéljük az igét, az ő beszédét, akkor mondhassuk, szeretlek Jézus. Jézus Krisztushoz való szeretet az nem egy érzés, amit itten ki valami megtörténik bennem, és azt mondom, ó, Jézus, mennyire szeretlek. Tudjátok, a Jézus Krisztushoz való ragaszkodásom és szeretet az az ő beszédéhez, az igének megtartásához, és az bevalósítani, megvalósítani az ő igéjét az én életemben. És akkor, mikor jönnek kísértések, jönnek nehézségek, akkor nem adom be a derekamat a kísértéseknek, hanem nézek és figyelek az Úrra, figyelek az ő beszédére, és hogy az Urat el ne szomorítsam, akkor megtartom az ő beszédét az én szívemben. Hogyan állod meg a te helyedet akkor, mikor jönnek a kísértések, a próbák? Egy alkalommal megtörtént, ilyen vezető voltam, szocializmus idejében volt, műhelyvezető, és volt irodán, és volt ilyen titkárnőm. És ez a titkárnő, ez egy elvált asszony volt. Nagyon gyönyörű, csinos hölgy volt, és nagyon talpra esett, jó nagy szája volt, ugye? Úgyhogy ki tudta magát beszélni mindenbe, és egyszerűen mindig támadott engem. De tudjátok, úgy, mint egy nő támadja a férfit. Mindig szexre fordította a beszédet. Elvált asszony volt, és mindig én tettem bizonságokat, beszéltem az Úr Jézus Krisztusról, és ő mindig másra fordította. És láttam, hogy ez az asszony, ez megcélozott engem,
és valamit el akar érni. És egy alkalommal, mikor magunk maradtunk a irodában, akkor lekapott hátulról, és mit akart, hát gondoljátok végig. Én nem tudom, mit akart. De kiszakítottam magam a kezéből, mert Jézus Krisztusra néztem. Ha erre a hölgyre néztem volna, és levettem volna az én figyelmemet arról, amit az Úr Jézus Krisztus mond, akkor bajba kerültem volna. De Jézusra néztem. És kiszakítottam magam az ő karjaiból, és úgy eltaszítottam magamtól, és azt mondtam, akkor is azt, amit az Úr Jézus Krisztus nekem elkészített, nekem drágább, mint az, amit te nekem adsz. És tudjátok, olyan gyűlölet jött az ő szemébe, úgy rám nézett, és azt vártam, hogy minden pillanatban szemembe, orcámba köp. Olyan gyűlölettel rám nézett. És azt mondja, Sándor, ha te gyerekeid nem rád hasonlítanának, akkor a cégben elhíreztelném, hogy impotens vagy. De sajnos mindegyik rád hasonlít. És nem fogják nekem elhinni. Úgyhogy nagyon, nagyon fölharagudott. És tudjátok, testvérek, azután egy csodálatos olyan fölerősítés. Olyan, mint hogyha oda jönne az Úr, és úgy megsimogatott volna. Jó van, drága szolgál. És én nekem, testvérek, lehet, hogy valaki megmosolyogja. Nekem ez egy olyan drága átélés. Nekem ez olyan drága valami, mikor nekem Jézus Krisztus, és azt, amit mond, ő drágább lehet, mint az, amit fölkínál ez a világ. Előtt az a pillanat, mikor el kellett menni a cégtől, és tudjátok, ez a nő nem hagyta akkor se, azután se abba. És kereste a alkalmakat, és mindig piszkált, mindig szurkált. És mikor mentünk el a cégtől, akkor búcsúztam az én kollégáimtól, és jöttem hozzá, hogy búcsúzok tőle is. És a nő megszólal, és azt mondja, Sándor, ne gondold, hogy olyan sztár vagy. Ne gondold, hogy én beléd voltam bolondulva. Nem is az én típusom vagy. Elég nagy csomó van a szemeid között, ugye? És nem olyan típus vagy, akit én annyira én szeretnék. Én nekem azt mondja, annyi férfi volt, amennyit akartam. De tudod, én akartam kinevetni téged. A szemedbe akartam röhögni. És meg akartam neked mutatni, hogy azt, amit te beszélted, nem hiszed. És az nem igaz. És mikor ezt kimondta, elkezdtek csurogni a könnyei. És azt mondja, Sándor, köszönöm neked, hogy világítottál nekem. Tudom, hogy eljön az idő, mikor én is átadom életemet Istennek. És sírt ez a hölgy. Testvéreim, szereted Jézust? Az Úr Jézus ezt várja el, hogy szeresd őtet. De azt szereti, nem az, aki érzelgődik, hanem az szereti Jézus, aki megtartja az ő beszédét, aki fölnéz az ő szavára, aki azra a teremtő szóra fölnéz, és szereti, és beváltja életébe. Sok harcok, sok baj mindenféle között volt az én életem. Most nem magamra akarom a ti figyelmeteket szakítani. Úr Jézus Krisztusra! Mert tudnák olyan dolgokat is mondani, amiből elszomorítottam az Urat, és sírtam. És kértem az Urat, hogy bocsássa meg. De testvéreim, egyre vágyom. Minél közelebb vagyok ahhoz a célhoz, hogy mindent, de mindent letegyek. Mindent. Tudjátok, mi a minden? Minden. Most voltam Lengyelországban is. És egy testvér beszélt bizonságot, és azt mondta, beszélt a kiragadtatásról, és azt mondja, hogy a mai keresztények, ha az Úr Jézus el fog jönni, hogy lefejjel fognak menni, föl lábakkal, úgy lesznek kiragadtatva. Mondom, miket beszél ez a testvér? Aztán magyarázza, azt mondja, azért, mert még mindig ragaszkodnak a földhöz. Mindig fogják itt a földieket.
És akkor az Úr ki akarja ragadni, akkor hát a lábak azok fölfele mennek, és még a kezek itten. Ó, mondom így, nem így lesz a kiragadtatás, testvérem. Drága testvérem, drága testvérnőm, emeld fel a te kezeidet. Tudod, miért emeljük a kezeinket? Nem azért, hogy ez szokás, egy pünkösdi közösségeknek a szokása. Azért emeljük a kezeinket, hogy szabadok vagyunk ezektől a földiektől. Szabadak vagyunk, mikor jön Jézus, akkor ő magához von. Mert szeressük, mert odafigyelünk az ő igéjére, az élet harcaiban, a küzdelmeiben, az ő igéje győz a mi életünkben. Amen. Így legyen. Szeress. Ha szereted, akkor kész a te szíved arra, hogy betöltekezzél Istennek drága lelkével. Drága testvérem, tegnap beszéltem arról, hogy ott vannak a bűnök az ember életében. Beszéltem arról, hogy mennyire, tudjátok, olyan súlyos, olyan nehéz ez a üveg, mert tele van ezekkel a kövekkel. De beszéltem arról, hogy minden kőnek, minden bűnnek megvan a ő neve. És úgy kell megszabadulni a bűnöktől, hogy megvalljuk. Mikor megvalljuk, János, első János levele, az első rész 8.-9. versenén, megvalljuk a mi vétkeinket, megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztítson és megszabadítson. És bűnvallomással egyszerűen megszabadulunk. Ez ígéret, mert ő hű és igaz. Ha valaki nem bírja az életét, annak, valakinek annyira nehéz az ő élete. Testvérem, nem a körülmények teszik nehézzé a te életedet. Nem az, hogy olyan a férjed, vagy olyan a feleséged, vagy ilyenek a gyerekeid, vagy ilyen a szomszédod, vagy ilyen munkahelyen van. Nem az teszi nehézzé a te életed, hanem a te bűneid, a te vétkeid. Volt valaki nehezebb helyzetben, mint a szenvedő István? Kövezték. Repülnek a kövek. Ugye? Tegnap arról beszéltem, hogy mennyire veszélyes magunkra figyelni, és magunkra fordítani a figyelmet. És mikor magunkra fordítsuk a figyelmet, akkor elkezdünk tengődni magunk körül, és a dolgunk lefele megy. Leépülünk. Lelkileg, pszichikailag. Lelki betegekké válik az ember, ha maga énje körül tengődik. Erről beszéltünk tegnap. Mostan valaki azt mondja, igen, Sándor, neked jó, mert téged Isten megáld, és akkor persze, hát Isten emel téged, szolgálod az Urat, és így tovább. Drága testvérem, de most figyeljünk oda István életére. Milyen körülmények között él? Már repülnek a kövek. És ő elkezdi magát a sebeit vakarni, ugye? Nézni a sebeit, és siránkozni maga fölött, hú, most ilyen kővel, most innen, hát onnan is megdobtak, itt se szeretnek, ott se szeretnek, itt is bántanak, ott is bántanak, ó, milyen szegény, milyen nyomorult vagyok. Így csinált? Itt tengődött? Nem így. Köszönöm, hogy kijavítottatok, testvérek. Mit csinál a István? Fölfüggeszti az ő szemeit az égre. Halleluja! Látod, nem a körülmények szabják meg a te hitéletednek, a te állapotodat, hanem az, hogy hova figyelsz. Ide figyelsz magadra, vagy Jézusra figyelsz. Mit mond a 50. Zsoltár? Aki az útra figyel, meg annak megmutatom Isten szabadítását. Amen? Akkor nem magamra kell figyelni, hanem az Úrra. És úgy, tudjátok, a tükörben, mikor nézek, akkor az Úrra nézek, és magamat látom. Az mindig a tükörben nézek, magamat látom. De a tükröt figyelem, nem magamat. Ha magamat, akkor nem látok meg azt, amit a tükörben meglátok. Értitek? A tükör mindig megmutassa az én állapotomat, de én a tükörre nézek, én az Úrra nézek. Ez a fontos, hogy megértsük. Nagyon hasonló a kettő, de nem ugyanaz. És ha István néz az Úrra, és már nem számolja a köveket, és nem siránkozik maga felé, hanem egyszerűen néz az Úrra, és lássa Isten dicsőségét. Figyeljétek, olyan nyomorult, olyan nehéz, olyan gyötrelmes helyzet, körülmények között, és István
emelkedik. Halleluja! És egész hova? Egész föl az Úrhoz. Nem a körülmények fogják megszabni, hogy milyen lesz a te lelki életed, hanem hova nézel, hova figyelsz. Na testvéreim, akkor ki kell tenni, ki kell rakni a bűnöket. A bűneidnek neve van. Tegnap mosolygott az én svájci testvérem, mikor lejöttem, próbáltam visszarakni a köveket, és azt mondja a testvérem, hogy növekedtek a bűnök, azt nem tudtam rátenni a kupakot. Nem tudtam rátenni, mondom, néha ez így van, hogy növekednek a bűnök, és akkor már nem tér, már csordultik van az ember pohára, de nem a lélektől, hanem a bűnöktől. A hívő embernek meg kell szabadulni a bűnöktől. Testvérek, a megtisztulás, a megszabadulás, egész vérig ellenkezni kell a bűnnel. És amikor megtisztulok, megszabadulok, akkor keresem a Szentléleknek a teljességét, hogy betöltekezzek. Tudjátok, az Úr Jézus Krisztus, mikor bemerítkezett a Jordánba, betelt Szentlélekkel, és azután pusztába ment. És ott a pusztán jöttek a próbatételek az ő életébe, és mikor minden élete részét alá vetette a Szent Léleknek a hatalma alá, a Lukács evangéliuma 4. rész, 14. vers ilyen bizonságot tesz róla, hogy lélek hatalmában távozott az Úr Jézus Krisztus a pusztában. Lélekkel telve jött pusztába, és lélek hatalmában távozott el. Nem mindegy, testvérek, hogy mi telve vagyunk Isten lelkével, vagy lélek hatalmába vesz bennünket. Akkor a lélek hatalmába vesz bennünket, mikor minden bűnöt, minden tudatos bűnt, így mondom, mert vannak tudatlanok is, minden tudatos bűnt megvallunk, leteszünk, és minden tért, minden életünk részét Krisztus uralma alá helyezünk. Azt kérdezem, minden életed része Krisztus uralma alatt van, akkor megnyilvánul az erő. Mert az Úr Jézus Krisztus, mikor lélek hatalmában elindult, akkor elkezdtek a csodatételek. Bejött egy helyre, ahol ott volt az ördöngös, és az ördöngös egyszerűen az ördög tudta és érezte, hogy mostan ő neki vége, ő neki menni kell, és akkor elkezdett az a ördöngös ott vergődni. És az Úr Jézus Krisztus ráparancsolt a lélek hatalmában, mert lélek hatalmában volt, és ebben a hatalomban egyszerűen működtek az ajándékok. Ajándékokról majd délután fogunk beszélni. Drága testvéreim! És így van ez. Nagyon sokan azt gondolják, elég betelni Szentlélekkel, és akkor működnek, erőben működnek az ajándékok. Ajándékok, testvérek, úgy működnek valóban erőben és hatalomban, ha a Szentléleknek a hatalmába vagyunk. Na mostan hogyan? Hogyan hirdetek valakinek szabadulást a paráznaság elkétől, hogyha én nekem problémám van ezen a téren? Hogyan tudok valakinek szolgálni a szabadulásra, a félelemnek a szellemétől, hogyha én, hát nehogy olyat mondjak, hogy valaki megsértődik, vagy nehogy valaki még a tyúk szememre ugrik, vagy én nem tudom, valami problémát, ugye? Ha én bennem benne vannak a félelmek, nem tudok szabadulásra szolgálni másoknak. De akkor tudok szabadulásra szolgálni, ha én életemben ez a tér Szent Szellem, Szent Léleknek a hatalmában van. Amen. Ha ez nincs, nem tud szolgálni. Nemrégen szolgáltam Lengyelországba, és egy idős, őszehajú testvér jött utánam, és azt mondja, mert annyira Isten lelke fölbuzdított, hogy az sátánnak a erejét lerontsam abba a gyülekezetbe, hogy meghirdessem az Úr Jézusnak a uralmát, az ő királyságát azon a helyen. És jött egy idős testvér, és nagyon őszintén, nagy szeretettel remegett ez a testvér, és ezt mondja, Sándor testvér, úgy félek érted.
Mondom, miért, testvére? Azt mondja, tudod, én 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt ilyenre merészkedtem, és az történt, hogy hazaértünk, indultunk autóval haza, de úgy hoztak bennünket, alig tudtak összeszedni bennünket. Összetört a kocsis, már soha nem lett a kocsiból semmi, és mink is örülünk, hogy életben maradtunk. És úgy figyelmeztetett a testvér. Igen, jó a figyelmeztetés, testvérek. De ha én megnyertem Isten kegyelméből életemben, az, hogy Isten drága szent lelke hatalmába van egy egyes rész az én életemben, akkor arra hívott el engem Isten, hogy nem csak magam úgy sútyiba élvezzem a lelki javakat. Amikor látom kínlódni az én testvéremet, amikor látom, hogy valamivel küzd és harcol, akkor az Úr Jézus nevében Krisztus szeretete szorongassa a szívemet, és az Úr Jézus nevében hirdetem neki is a szabadulást, mert ez igaz, mert az én életemben is ez igaz, és így van. Amen. És hogyha nem igaz, akkor még ki se tudom mondani, mert a nyelvem is még valahogy megbotlik. Lélek hatalmába kell, hogy kerítsen bennünket. Drága testvérem, de témához szeretnék még fordulni. Mit jelent? Elsősorban elolvasom az igét, amely megvan írva az apostolok cselekedeteiben. Első rész, a 7. verstől megkezdve. Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy a alkalmat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Lélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában, és földnek mind végső határáig. Drága testvéreim, Isten akarata az, hogy beteljünk Szent Lélekkel. Hogyan tudunk betenni Szent Lélekkel? Elsősorban kell tudni nekünk, hogy a Szent Lélek az nem erő, nem valami tárgy, hanem Szentlélek a személy. Istennek harmadik személye. Atya, Fiú és a Szentlélek. Nekünk kell tudni, hogy személlyel van dolgunk. Hogyha Isten lelkével betelünk, akkor Isten harmadik személyével telünk be. Isten bennünk lakozik. Uralmat akar venni felettünk. De hogy tud Isten uralmat venni felettünk, ha nem ismerjük az ő igéjét? Hogy lehet ige nélkül, Isten uralma nélkül, Isten beszéde nélkül, hogy lehet az ő uralma alatt lenni? Ezért Isten így adja az kegyelmét, hogy a hívő ember hallja az üzenetet, és hallja Krisztus beszédét. Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Az én beszédem mi? Lélek és élet. Más helyen azt mondja, lélek és igazság. Ugye? Lélek. Krisztus beszéde lélek. Na mostan jönnek valakik, jönnek a gyülekezetbe, jönnek Isten igéje alá, de azért, ki fog prédikálni? Az a testvér, biztos meg fog célozni, tudja az én dolgomat, tudja, hogy mi. Veszi a keresztény mindjárt hozzá esernyőt is, hogy nehogy megázzon a gyülekezetbe, így becsukja a életét. Nehogy valahogy érint. És akkor jön a prédikáció. És folyik a lélek, mert az én beszédem lélek, lélek és élet. Lélek és igazság. Figyeljétek! És akkor azt mondja, hogy mondta, de én föl se vettem. Föl se vettem. Lássátok? Folyik az ige, folyik a lélek, és egyszerűen az ember zárva van. Zárva van, rajta van a kupak. Elzárkózik Isten áldásától. Testvérek, de mi történik akkor, hogyha az ember eljön bűnösen,
És folyik a lélek. Ugye? Folyik Istennek, Krisztusnak drága beszéde, folyik, figyeljétek, mi történik. Mikor hallja az igét, ránehezednek az ő bűnei, és elhordozhatatlannak tűnik az ő élete. És azon csodálkozik, hogy tudtam ilyen bűnösen élni. És úgy érzi, hogy összeroskad, hogy nem tud tovább menni, nem tud tovább élni. Lássátok, folyik Istennek beszéde. Ez az ember megnyílt Isten beszédének. Tudjátok, mi történt? Figyeljétek, a víz körülvet minden kavicsot, minden részét, minden oldalból érezhető, az a víz, az a Isten beszéde leleplezi a bűnös. Leleplez téged. Istennek drága beszéde leleplezi a te bűneidet. És hiába takargatod, egyszerűen az az igazság, az a lélek rámutat, rávilágít, körülveszi a te bűnödet, és rád nehezednek a te bűneid. És akkor meg kell vallani. Akkor le kell tenni a dolgokat. Akkor leteszem az én bűneimet a Golgota kereszt tövéhez, és engedek ennek a léleknek. Figyeljétek meg, mikor a Péter prédikál, akkor leszáll a Szent Lélek. Leszáll a Szent Lélek, és egyszerűen ezek az emberek betelnek Istennek lelkével. De aztán azt mondja a Péter, merítkezzetek be. Merítkezzetek be. A bűnei bocsánatra tára. Az Úr Jézus nevére, merítkezzetek be. Az azt jelenti, hogy nem elég csak, hogy én valamit nyertem az Úrtól, nem elég, hogy betöltekeztem, de az nem azt fejezi ki, hogy te már rendben vagy, most már minden jó rendben van. Nem. Még menj, csináld tovább a lépéseket, azt, amit meg kell neked tenni, azt tedd meg. Ha még nem vallottad meg a te bűneidet, akkor valld meg a te bűneid. Köszönöm. Akkor valld meg a te bűneid. Nagyon veszélyes az, testvérek, hogyha nem valljuk meg a bűnöket, bár megtértünk, még szent lelket is valltunk, nyertünk, és vettünk, de nem vallottuk soha meg a bűneinket. Nagyon veszélyes. Egy alkalommal egy kis körben imádkoztunk, és ahogy imádkoztam ezekért a fiatalokért, egyszer csak az egyik szét akarta rúgni a fejemet. Imádság közben. A fejem lent a padlón volt, lehajolva imádkoztam, imádtam az Urat, annyira éreztem Isten jelenlétét, és egyszer csak valaki azt mondja, Sándor, védekezz! Fölnézek, mi van? És akkor látom, hogy ott van egy valaki, hát valaki, egy testvér, aki már be volt merítkezve, aki a gyülekezetnek a tagja volt. Így ki voltak a kezei és a szemei, majd ki jöttek is, és a lába így volt itt. És azt mondja, ébredj, nem Jézus a győztes, sátán, és ordított belőle a démon. És mondtam, mi történt, drága testvére? Először csak úgy kímélgettem, mondom, valami bajod van. Azt mondja, ébredj, és olyan erélyesen rám, hogy hát mostan vagy elszaladok, ugye, vagy az Úr Jézusba megállok. Most két lehetőségem van. És akkor, mikor látom, hogy mennyire a sátán győzködi ezt az embert, akkor az Úr Jézus nevébe ellene álltam, és az Úr Jézus nevébe, mikor hallottam, hogy dicséri a sátán, némulj meg Jézus nevében! És akkor, mintha lakatot tettek volna a szájára, nem tudott egy szót se kiejteni. És mondom, az Úr Jézus nevében menj ki belőle! És ahogy ezt rászóltam, akkor elkezdett járni, mint egy gyík. Soha életemben nem láttam egy színészt úgy járni, mint egy gyík. De ezt biztos egy színése így nem játszotta volna el, mint ez a fiú. Ez a szellemiség, ez a gonoszság, ami rajta volt, egyszerűen egy ilyen szellemiség volt, amely ezt a mozgást kihozta benne. Úgy mozgott, úgy mászott, mint egy gyík. Az Úr Jézus nevében többször fölszólítottam, de földhöz vágta őtet, ordított belőle a démon, de nem akart elválni. Olyan tehetetlen voltam, már fél öt reggel volt, ez kezdődött, ez a lelki harc, 8 órakor este, és fél öt reggel volt, és tehetetlen voltam. És tudjátok, mi történt? Az történt, hogy Isten lelke azt mondja, figyelj rám, miért most magadra érzed hagyva, miért nem figyelsz rám? És akkor mondom, Uram, mondd meg, mit tegyek, hogy segítsek ennek az embernek.
Mindenki már fáradt volt, és ez az ember még mindig megkötözve, és ott mászott, és rettenetes állapotban. És azt mondja, hát nem tudod, hogy a démonok a nem megvallott bűnökhöz kötődnek. Hát kell, hogy vezess ezt az embert a bűnvallomáshoz. És tudjátok, valakitől azt hallottam azelőtt, mint fiatal keresztény, nem szabad hozzáérni egy megszállotthoz, mert ez még az, ugye? És akkor Krisztus szeretete szorongatta a szívemet. Oda mentem ehhez a fiatal emberhez, és magamhoz szorítottam. Az én fejemet az ő fejéhez szorítottam. És mondom, drága testvérem, mondd meg, mi van veled. És abban a pillanatban csoda történt. Egyszerűen a démon elveszítette a hatalmat felette, és normális észre elkezdett mondani, Sándor, elveszett ember vagyok. Mondom, valld meg a bűnödet, azt mondja Istennek, drága Szent Szelleme, hogy valld meg a bűnödet, akkor valld meg! Azt mondja, mindegy, Sándor, én már el vagyok veszve, ne félj, mondom, az Úr Jézus, mikor azt mondtam, hogy Úr Jézus, mint tudjátok, mint egy láng lobbant volna, úgy eldobott magától, hogy csak úgy repültem tőle. Olyan erővel, olyan gonoszságnak olyan ereje, hatalma van. Ez nem embertől származott. És mikor megint oda mentem, megint megöleltem, újra az ő értelme magához tér. Mondom, mondd el, akkor is, és már nem engedtem el ezt a lelket, akkor is mondd el. Nem kíváncsiság miatt, hanem azért, mert Isten lelke szorongatta a szívemet. És akkor elmondta. És akkor, mikor tudta, akkor már tudtam, hogy milyen démonról. Tudtam, milyen gonoszságról van szó. És akkor mondom, gyere, ez nem jó, hogy a többiek hallják, gyere, félrevonulunk, és mostan imádkozok érted. És már tudtam, hogy kit fogok megszólítani. Milyen hatalmasságot, milyen démont fogok megszólítani. És mikor az Úr Jézus Krisztus drága nevében megszólítottam ezt a gonoszságot, egyet szakított rajta, és abban a pillanatban megszabadult. Drága testvérek, ez egy nagyon drága testvér most a gyülekezetben. Már évek teltek el azóta. Istennek áldott szolgája, és nagyon csodálatosan Isten használja ezt a férfit. Testvérek, a bűnökhöz a démonok kötődnek. És a bűnvallomás nélkül nincs szabadulás. És annélkül, tudjátok, ha hiába ott van, és az a tapasztalat ott van a te életedben, hogy igen, te nyertél szent lelked, de kell oldozni, ha úgy még nem vallottad meg, ha nem tetted le a te múltadat, ha még soha erről nem beszéltél se az Úrral, se az emberekkel, egyszerre azt a múltat egyszerre le kell tenni, mert egyszer fölébred. Ez is évek mentek el, és annak a testvér életében úgy gondoltuk, milyen aranyos testvér. De mikor Isten lelke közelségében, mikor ott volt Istennek drága szent lelke, akkor az a démon fölébredt, és olyan agresszívá vált, hogy minnyáján egyszerűen nagyon meg voltunk lepődve. Mikor körülvesz Istennek drága lelke, Istennek drága beszéde, akkor engedjünk neki. Ma is így körülvesz. Ha hallgatod Istennek beszédét, tudd meg, ez így szól, mintha csak neked szólna. Tegnap néhányan jöttetek utánam, és azt mondtátok, testvér, csak nekem prédikáltál. De ez nem én, hanem a Istennek drága lelke. Tudja a te helyzetedet. És körülveszik, egyszerűen körülmossa a te lényedet, körülmossa a te bűneidet, és nem tudsz megmaradni. Mert Isten lelke jelen van. Benne van Jézus Krisztus maga, az ő drága szentsége, benne van az ő beszédében. Körülveszi életedet, és nem tudsz elrejtőzni azzal, amit van, ami benned van. Azt meg kell vallani, azt le kell tenni. Olyan boldog voltam tegnap éjszakáig, vagyis ma reggel felett hajnalba, 2 órakor fejeztük be a imádkozásokat. Sokan szabadultak, sokan gyógyultak lelkileg, és olyan boldog voltam, mert láttam, hogy igen, nem tudnak ezek a testvérek, drága testvérek voltak, és nem tudnak azzal, ami ott van, ami olyan kemény, tudjátok, ha ezt a követ, ha én most fölhasítanám bévűről, milyen száraz. Ezek a követ nem engedik, hogy ott legyen Istennek jelenléte a te életedben. Ezek kizárják Istennek a lelkét. A bűnök, a tudatos és a tudatlan bűnök is egyszerűen kizárják Isten jelenlétét a te életedből. El kell távolítani.
valaki csodálta Michelangelónak a szobrait, és úgy dicsérték a Michelangelót, és azt mondták, hogy mester, milyen csodálatos művet, tudjátok, hogy tudnak valakik hízelegni. Milyen csodálatos az a mű, amit ön tett, és a mester azt mondja nekik, hogy hát semmi különös, én csak azt vettem el abból a kőből, ami nem tartozott oda. Érdekes, ugye? Jeremiás proféta könyvében meg van írva, hogyha elkülöníted a rossz dolgokat, a hitvánt, a tisztátalant, elkülöníted a jótól és a tisztától, olyan leszel, mint az én szájam. Erő, Isten ereje fog áradni a te életedből. Tudjátok, milyen erős az ige az én számból, az én szolgálatomból? Egy teszt, amennyire erős az én életemre. Amennyire én életemre hat. Amennyire erős az én életembe, olyan erős az a szolgálat, amit Isten általam végez. Nem akarhatod, hogy erősebben, hatalmasabban cselekedjen, szóljon Isten, mint amit megengeded, hogy cselekedjen a te életeden. Olyan erővel munkálkodik Isten az én szolgálatom által is, amilyen erővel megengedem, hogy az én életemet formálja, és engem szabadítson. Amen! Ez nagyon fontos, hogy tudjad, mert akkor jó képmutatók lennénk, jó herci. Színészek lennénk. Értitek, testvérek? És becsapnánk másokat is, de legfőjebb magunkat. Úgyhogy meg vannak valva a bűnök. És figyeljétek, hogy még mennyi tér van arra, hogy betöltekezzünk. Mennyi tér, mikor megszabadulunk a bűnöktől, akkor több teret adunk Istennek. Figyeljétek! Azt gondoltuk, hogy be vagyunk telve, és mégiscsak félig meddig. Mikor megszabadulunk a bűnöktől, mikor megszabadulunk azoktól a fölösleges dolgoktól, amik ott vannak életünkben, akkor egyszerűen teret adunk Isten drága lelkének. Csodálatos, ugye? Akarunk több teret adni? Akarsz több teret adni Isten drága lelkének? Akkor tedd ki, tedd le a bűnöket a te életedből. És akkor Isten szól, Isten beszéde jön, és olyan csodálatos, testvérek, mindig Isten igéje által, mikor ott vagyok, mikor hallgatom, olyan csodálatosan szól, és úgy betelek, úgy fölerősödök, vagy mikor olvasom az igét, mikor ott vagyok az Úr előtt, akkor folyik az a élő víznek folyama, és akkor telik az én lelkem, telik az én szívem. Figyeljétek, egész csordultik, ki ömlődik. És tudjátok, ami nekem kell, lássátok, mennyi kell? Nekem nem félig kell. Telve kell. Nekem kell, hogy mindig telve legyek Isten drága lelkével. De élő víznek folyamai folynak az ő benseiből. Lássátok, hogyan? Nem úgy, hogy kiürülünk, most hazamegy a Sándor testvér súrról, és olyan lesz, hogy már egy csöppet sem nem tudnak belőle. Már, értitek? Már hazajövök, és azt mondja, Sándor testvér szolgálán, hagyjatok békén, úgy ki vagyok merülve. Ugye? Nem így szolgálni az Urat, hanem úgy, hogy csordultig van a poharam. Halleluja! Amen! És az, ami átcsordul, az, ami túl árad, túl folyik, az a tiétek. Amen! Mert ha én kiürülök, akkor nagy baj van. Muszáj menni Nadolénku. Szabadságra. Értitek, testvére? Nem tudok szabadságra. Elfelejtettük ebbe az évbe betervezni a szabadságot. Azt kérdezték a testvérek, hova mész szabadságra? Mondom, mindenhova. Értitek, testvére? A szabadság ott van, ahol Jézus lelke lakozik. Szabadság a te szívedben van, a te életedben. Na most megmagyarázom, testvérek, hogy történik a Szentlélekben való bemerítkezés. Szentlélek keresség. Még van egy pár perc. Testvérek, mi a különbség a Szentlélek keressége között és a Szentlélek
teljessége, betöltekezése között. Van-e valamilyen különbség? Az elsődleges átélés, tudatos, ezt amit mondok, ezt fontoljátok meg. Mert sokan nem tudatosítják magukkal, hogy, és nem koncentrálnak oda, hogy mit is élnek át a Szent Lélekkel való közösségben, és azért bizonytalanok abban az átélésben, a Szent Lélekkel való átélésben. Ezért az elsődleges átélés, skúsenosť, tapasztalat, köszönöm, az elsődleges tapasztalat a Szent Lélekkel, azt nevezzük a Szent Lélek keresét. Figyeljétek, mi történik. Valóban az eredetiben nincs is szó keresség. Ez egy kitalált szó. A testvérek tudják, ez megerősítik. Van Szentlélekben való bemerítkezés. Minden szó, ahol használják a kerességet, ez egy kitalált szó, ami nem létezik az eredetiben. Ezért néha a kerességet úgy értelmezik, hogy Szentlélekkel valaki meg van hintve, vagy be van kenve, vagy én nem tudom, de ha valóban, ha a Szentlélek kerességről van szó, akkor arról van szó, testvérek, hogy most tudatosan én letettem bűneimet. Letettem, testvérek, látsátok? Átlátszóvá lett az én életem. Rákérdezhetsz még a cipőmnek a számaira is. Érted? Egyszerűen nem titkolok semmit. Akármilyen térre, életen térére rákérdezhetsz, drága testvérem, testvérnőm, ha nekem Szentlélekkel van dolgom, akkor nincs titok az életemben. Nincs titok. Átlátszós az én életem. Igen? Itt van az üveg. Átlátszós. Nincs bűn. És mikor megszabadulok, mikor megvallom bűneimet, mikor leteszem a bűnöket, akkor vágyakozok betelni. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy nem szabad üresen hagyni a házat. Mikor elmegy a gonosz, és újra lássa, hogy üres a ház, akkor hoz 7 rosszabbat. Testvére, nem elég csak megvallani a bűnöket, nem elég csak letenni a bűnöket, hanem be kell hívni Istennek drága szent lelkét a te életedbe, hogy uralja le a te házadat. És az történjen, amit mond a Pál apostol, hogy a mi testünk a Szent Léleknek a temploma. Szent Lélek lakozik bennünk. Nem a magunkéi vagyunk, hanem az Úréi. És akkor az történik, hogy veszem az én életemet, mikor letettem minden bűnömet, mikor áttekintővé vált az én életem, és azt mondom, Uram, itt vagyok, és semmit nem takarok, se az én testvéreim előtt, se előtted, mindent letettem, Uram, tölts be engemet, és akkor bemerítkezek Szent Lélekben. Figyeljétek, mi történik. Bemerítkezek. Tudatosan hívom a Szent Lelket az életemben. Azt mondom, jöjj Szentlélek, és töltsd be az életemet. De figyeljétek, ennek a pohárnak meg kellett alászkodni. Nem egyszerűen nem úgy talpastól, lábastól, hanem úgy meg kell hajolni. Alázatba. Egyszerűen be kell merülni a Istennek drága lelkébe. És lássátok, az a víz átveszi az én külsőmet, de az én bensőmet. Sokan csak a külsőt. Nem vagy jó keresztény, mert nem jó áll a szénád, vagy nem kötsz ez, vagy az, nem hordasz így, vagy úgy, és a külsőket csak igazgassák, és nem törődnek azzal, mi van bent. Testvérek, ez nem a Szentléleknek a munkája. Ha a Szentlélek hatalmába veszi a te életedet, ő hatalmába veszi a te külsődet, a te öltözetedet, és ő megmondja, hogy mit kell magadra venni, és mit nem kell magadra venni. Lássátok, ez az üveg egyszerűen körül van véve vízzel. A víz hatalmába vette ezt az edényt. És mikor az Úr nevében fölállok, akkor telve vagyok Isten drága lelkével. Ez hittel bemerítkezek. Hittel fogadom Istennek drága szent lelkét. Nagyon sokan azt mondják, hogy a Szent Lélekért kell harcolni. Testvérek, összetévesztik a testvérek néha azokat a dolgokat, amiket nem ír a Biblia. Mit mond az Úr Jézus Krisztus? Ha ti, gonosz atyák, apák,
tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek. Így van. Minél hamarabb ad a mennyei atya nektek szent lelket, ha kéritek. Amen. És tudjátok, hogy mégis kell valamiért harcolni. Na mostan tudjuk meg, hogy miért kell. Nem szent lélekért kell harcolni, másért kell harcolni. A szent lelket, ha kérjük, az atya megadja. Megígérte? Így van. Én hiszem Istennek igét, úgy, ahogy mondja. Ha kéred, akkor ő megadja. Ha kérsz szent lelket, ő nem ad neked skorpiót, nem ad neked követ, ha kérsz kenyeret, ő ad szent lelket azoknak, akik kérik. Amen. Testvéreim, de miért kell harcolni? Tudjátok, hogy milyen nehéz megharcolni azt, hogy letenni a bűnöket? Ezt kell harcolni. Ezt kell harcolni. Egyszerűen megszabadulni a bűnöktől, mert szinte a lényünknek szúcsasztjó. Részévé, köszönöm. A lényünknek részévé válik a bűn. Tudjátok, milyen nehéz megválni a bűnöktől? A bűnös vágyaktól, a bűnös gondolatoktól, a bűnös gondolatmódtól? Ezt kell megharcolni. Ezzel kell küzdeni és harcolni, ameddig meg nem szabadulsz, ameddig le nem teszed, ameddig meg nem tisztulsz, ameddig átlátszóan nem történik a te életed. De aztán, mikor kéred Istennek drága lelkét, akkor ő hű és igaz. Ő, ha te tudsz adni a te gyermekednek egy jó ajándékot, akkor minél hamarabb ad a mennyei atya szent lelket azoknak, aki kéri. Ne tegyük Istent hazuggá. Nem kell rángatni az ő kabátja ujját, hogy hát miért nem az, Istenem, miért nem az nekem szent lelke? Nem arról van szó. Mert ha azt mondjuk, hogy nem ad, akkor meghazudtoljuk Isten. Hazuggá tesszük Isten. Mert azt mondja Jézus Krisztus, hogy ad. Ad, ad. Hanem más kell megharcolni. A szíved tisztaságát. A szíved szabadságát. És akkor veszed a szent lelket. Akkor bemerítkezel. Az a első átélés Istennek drága lelkével, azt nevezzük lélekben való bemerítkezés. A lélek keresztség. De az történik, hogy beteltünk. A lélek keresztségénél beteltünk. Na most, mi történik, mikor a Péter azt mondja, hogy mikor Péter szólt, újra betöltekezett szent lélekkel. Ugye? Újra. És újra. Nem elég csak egyszer életbe egy tapasztalatot átélni, hanem nekünk kell újra és újra, hogy csordultig legyen a mi poharunk. Nem csak annyi, hogy egy kicsit nedvesek legyünk azért, legyen valami közünk a szent lélekhöz, hanem csordultig legyen a poharunk. Újra telljünk be, újra! Hogy meg ne félemüljünk, meg ne futamodjunk. Nehogy elszökünk akkor, mikor a sátán megmutassa az ő erejét. Be fogom fejezni, testvérek. Elmondok egy tapasztalatot, egy átélést. A napokban történt, egy család hozza az ő kislányát hozzánk, és sírta édesapa, sírta édesanya. És azt mondták nekem, hogy Barkóczi úr maga nem ismer bennünket, mink abból és abból a faluból vagyunk, és nem tudunk már mit kezdeni ezzel a kislányunkkal. Hát kislány 20 éves, 19-20 éves ilyen korban van. És azt mondja, nem tudjuk mit kezdeni vele, hordjuk a pszichiáterhez, hordjuk ilyen helyre, olyan valami természetgyógyászoknál is voltunk. És egyszerűen senki nem tud rajta segíteni. És hallottuk, hogy maga fog imádkozni érte is, hogy megszabadul a kislányunk. Mondom, így az igaz. És mondom, ránézek a kislányra, és jött a kijelentés. És mondom a kislánynak, kislány, mi a neved? És azt mondja, Noémi vagyok. Noémi, az Úr Jézus nevében hirdetem neked, hogy az Úr Jézus szeret tégedet. Hogy Istennek választott edénye, Istennek választott gyermeke vagy. Először életemben láttam ezt a kislányt. Most a napokban történt meg ez az átélés.
És ez a kislány rám nézett, és olyan hit jött az ő szívébe. Oda fordul a szüleihez, és azt mondja, apuka, anyuka, megkérhetlek benneteket, menjetek be az autóba. Szeretnék a prédikátorral négy szem közt beszélni. És én már láttam Istennek drága lelkét, hogy munkálja ennek a kislánynak a szívét. És azt mondja a Noémi, aki először életében látott engemet, odaáll és azt mondja, prédikátor, tudom, hogy most átadom életemet Jézusnak. És tudom, hogy nem maga fog rajtam segíteni, hanem Jézus rajtam fog segíteni. És én kész vagyok, hogy átadjam neki az én életemet. És megvallotta a bűnöket, és megmondta, hogy miért a öngyilkosságok, hogy miért ezek a kényszerek jönnek rá, és azok a bűnök, azok a ott okokat kihozta, letette az ő életéből. És akkor, mikor mindezeket megvallotta Noémka, az Úr Jézus nevében megtöröm a gonoszságnak a erejét feletted, és Jézus Krisztus nevében megparancsolom a gonosznak, most hagyjon el téged, legyél Jézusé! És a Noémkának fölragyogott az ő arca, kisimult az ő arca tekintete, és elkezdett örvendezni és dicsőíteni az Urat. És megy ki, és mikor a szülők lássák, hogy ragyog a kislánynak a arca, nyakába borultak, és sírtak örömükbe. És az Úr Jézus csodálatos munkát végzett el ennek a kislány életében. Már néhányszor volt az alkalmakon, és azt mondja, úgy vágyakozok betelni, úgy vágyakozok Isten lelkével betelni. Nem beszéltem még neki a bemerítésről, de valahol kiolvasta a Bibliába, azt mondja nekem, prédikátor testvér, mikor lesz valami bemerítkezés, egy alkalom, szeretnék bemerítkezni. Mondom, Noémka, hogy jöttél rá? Azt mondja, olvasom a Bibliát. Halleluja, dicsőség Istennek. Isten végzi a munkáját. Értitek, testvérek? És így munkálkodik az Úr. Szabadít, gyógyít, új életet kelt, ha készek vagyunk ráfigyelni. Amen.